Számos dolog akadályozza ugye azoknak a kiutasítását, akik hát bevándorlóként vannak Németországban, de kaptak is esetleg valamilyen státusz, de időközben megszűnt ez a státuszuk, vagy egyébként eredetileg sem lett volna szabad nekik, hogy bármilyen státusz kapjanak, mert a hatóságokat nem megfelelő információkkal látták. És ez egyik ok, amit te is említettél, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy bizony többfajta személyazonossággal bírnak ezek a szereplők. Van ugye a másik, amikor eltűnnek a hatóságoknak a személy elől, és ezt ugye kihasználják azt, hogy elkezdik lefolytatni az eljárást, vagy pedig le is folyik az eljárás, és mondjuk az a vége, hogy nem kapnak semmilyen fajta menekült vagy egyéb menedékes státuszt, nem tartózkodhatnának Németország területén, de ugye nem vesznek erről tudomást és eltűnnek a hatóságoknak a személy elől. Illetve hát ugye van egy másik probléma is, hogy a kiutasítások sem abban az ütemben mennek, mint ahogy annak menniük kellett volna. Több mint 200 ezer olyan személyről beszélünk Németország esetében, hogy ki lehetne utasítani, mert nincs jogosultsága a tartózkodásra. Tehát több mint 200 ezer ilyen személy tartanak nyilván a hatóságok, akiről tudják ezekről az illetőkről, hogy őket ki lehetne utasítani. Na most 2018-as évben 31 ezer esetben kezdeményeztek csak egy kiutasítási eljárásokat. 31 ezer személynél próbálkoztak meg, és 26 ezer volt, amelyik sikerre járt. Tehát egy ilyen kb. 6 ezer ilyen kiutasítási eljárás ugye meg is hiúsult, és akkor nem beszéltünk arról, hogy mennyire kevés az, amit ugye relatíve kevés a 2000-es számhoz képest, akikkel szemben le lehetne folytatni ezeket az eljárásokat. De két irányban tennék fel neked egy kérdést. Egyrészt maga a kiutasításnak a módja, tehát hogy mit jelent ma az, amikor egy államból egy bűncselekményt elkövető bevándorlót, menekültet kiutasítanak? Ugye itt célszerű különválasztani azt, hogy azért utasítják ki, mert bűncselekményt, amit követett el, amit te is mondtál, illetve azért, mert nincsen arra jogosultsága, hogy maradjon az országban. Valamikor a kettő össze is függ egyébként. Egyrészt azért, mert van, hogy azért vonják meg a tartózkodási engedélyt és lehetőséget, mert elkövetett bűncselekményt, a másik pedig az, hogy egy idő után az a bűncselekmény, hogyha ha ő megkapja a papírt arról, hogy nem tartózkodhat, és mégis ugye ez egy jogsértés történik, hogy ő mégiscsak marad abban az országban, ugye esetben Németországban, legalábbis szabálysértés, ahol nem lenne neki szabad tartózkodnia. Hogyha ha bűncselekményt követel, akkor azt úgy, hát ugye attól függően, hogy milyen súlyosság, hogy nyilván ugye születik egy ítélet, és azért rendszerint ezt az ítéletet, hogyha a szabadságvesztés követi, akkor ezt leszokták ültetni az illetőt erre a szabadságvesztésre. És egyébként ennek az eljárásnak a szigorítására is sor került, hiszen eddig egy év vagy több mint egy éves szabadságvesztés után volt az, hogy automatikusan kiutasították az illetőt, ezt levitték fél évre, tehát hogyha valakit fél évre elítélnek, és valamilyen menekült, menedékes, bármilyen státusszal is rendelkezik, nem számít, hogy milyen státusszal bír, hogyha őt elítélik egy cselekmény miatt fél évre vagy több mint fél évre, akkor automatikusan megszűnik az ő németországi tartózkodására való jogosultsága. Tehát ez egy jelentős szigorítás, ami egyébként tanulság abból a szempontból, amit látunk itt az elmúlt időszakban, hogy azért az új német politika, ugye most már félig Angela Merkel utáni német politika, azért elég erősen a szigorítás, a kiutasítás irányába indult el, hogy próbál szabadulni azoktól, akik hát ugye úgy érzi, hogy a társadalomra veszélyes, erőszakos cselekményeket követhetnek el, és hát ugye akkor mi nem beszéltünk arról a vetületéről a történetnek, hogy bizonyosan már német közszolgálati média, ami ugye hát ugye mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy sokszor rávilágított volna a migrációnak a hátrányaira, a negatív oldalra, de most már a német közszolgálati média is felhívta arra a figyelmet, hogy bizony például Berlinben a szervezett bűnözésben nagyon erősen megjelentek a migrációs háttérre rendelkezők, akik most érkeztek a 2015-ös hullámmal, és őket sokszor beszervezik ezek a bűnszervezetek, és hát olyan bűnöző csoportok erősödnek meg,
meg erősödtek meg, akik eddig nem voltak jellemzőek. És ugye hát ugye ők mondhatjuk azt, hogy sokszor nemzetiségi alapon szinte klánokat képeznek, és hát ugye ez a rendőrség számára nagy kihívás, mert nyilván ugye az a bűnözősei, akit úgymond ismerek, de legalább tudják, hogy mire lehet tőle számítani, nagyjából még a hogy lehet őket elfogni, vagy legalábbis kordában tartani az ő tevékenységüket. Tehát ugye most a német hatóságok, ugye például Berlinben teljesen új kihívásokkal, teljesen újfajta csoportok.